Magyarország elkötelezett az atomenergia békés felhasználása mellett, hazánk pedig fenntartja magának azt a jogot, hogy maga határozza meg, hogy milyen forrásból állítja elő az ország számára szükséges energiát. Erről a külgazdaság és külügyminiszter beszélt New Yorkban a Nemzetközi Atomcsend szerződésről rendezett konferencián. Szijjártó Péter elmondta, az atomenergia olcsó és biztonságos, ez a fajta energia pedig a magyar gazdaság számára kiemelten fontos. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy olcsón, tisztán és biztonságosan állítsuk elő azt az energiát, amelyet felhasználunk az ország és a gazdaság, valamint az ipar működtetése során. Magyarország mindig is az elmúlt évtizedekben nagy szerepet tulajdonított a nukleáris energia használatának, így lesz ez a jövőben is. A magyar gazdaság versenyképességének egyik legfontosabb feltétele az olcsó energia előállítás és a nukleáris energia ebből a szempontból abszolút kedvező és kézenfekvő.